Szada Jogodások karácsonyi műsora az önkormányzat évbúcsúztatóján. Tanárok és szülők is bemutatták tudásukat. Vécsény László Szada polgármestere úgy vélte, 2013-ban mindenki jól végezte a munkáját. Nehéz éveken vagyunk túl. Én azt hiszem, hogy lassan az új rendszerre való átállás befejeződik, és ismét zöggenőmentessé válik, intézményi kereteit tekintve is zöggenőmentessé válik a községi együttműködés. Most itt csupa olyan ember van, igyekeztünk mindenkit meghívni, akinek a mindennapjai azzal telnek, akiknek a mindennapjai azzal telnek, hogy valamilyen módon a községet, a község közösségét szolgálja. Ki a maga helyén. Ennek megvannak az intézményi keretei, és ezek állandóan változnak. Ugye, hogy a legnagyobb változás szóba kerüljön, hát az az iskolánál a legnagyobb intézményünknél következett be. Ez az első olyan évünk, amikor nem mi vagyunk a fenntartók, és ezzel a nagy-nagy intézményi változással nagyon jól megbirkóztunk. Attól, hogy nem mi vagyunk a fenntartók, még az iskola a legnagyobb intézményünk, hiszen több mint 30 dolgozója, és naponta több mint 300 ügyfele van, ha a gyerekeket szabad így nevezni. És igazából náluk sem állunk meg, hiszen a szülők is annak tekinthetők. A szülők is ugyanolyan részei ennek a köznevelési, közoktatási feladatnak, mint a gyerekek, vagy akár a pedagógusok, akiknek a vállán nyugszik a nevelés-oktatás ugye helyben. Vagy a óvodát, ha nézzük, a második legnagyobb intézményünk, hasonlóképpen nagyszámú pedagógussal és sok-sok kisgyerekkel, akik ott töltik a mindennapjaikat, a mi gyerekeinkkel, hiszen óvodába, iskolába alapvetően a szadai gyerekek járnak. Nagyon hálásak vagyunk önkormányzati részről, függetlenül a fenntartó személyétől, mind a két intézményünknek. Mert a visszajelzések alapján, ez a legfontosabb, hogy a szülőktől, a gyerekektől mit kapunk, mit látunk vissza, a visszajelzések alapján mindkét intézményünk nagyon-nagyon jól működik és jól teljesít. Ez csak akkor lehetséges, hogyha jó emberi közösségeket találunk ezekben az intézményekben, ha nevelői közösségek jó emberi közösségként, szakmai közösségként is működnek, és elmondhatjuk, hogy ebben az évben maradéktalanul teljesült mind a két intézmény esetében. A szadai képviselőtestület ajándékkönyvekkel, juttatásokkal is kifejezte köszönetét a tanári karnak. Az önkormányzat ajándékcsomaggal kedveskedett nyugdíjasoknak, gyesen lévő kollégáknak, egészségügyi közbiztonsági dolgozóknak, polgárőröknek, díszpolgároknak is. Králik Jánosné VB titkárként, majd jegyzőként évtizedekig dolgozott a szadai önkormányzatnál. Ennek már körülbelül 10 éve, hogy nyugdíjba vagyok. Arra már nem emlékszem, hogy milyen típusú feladatok voltak, de amikor kellett, szükség volt rá, akkor megkérdezték, hogy korábban ezt hogy csináltuk, mint csináltuk, és amiben tudtam, segítettem. Most ugye gyakorlatilag itt évente van egy évzáró esemény Szadán, és ön most egy ajándékcsomaggal kedveskedtek az ön számára. Ez mit jelent önnek? Hát én ennek nagyon örülök, de nem felejtenek el, mert amikor ilyen rendezvény még nem volt, akkor is karácsonyra mindig kaptuk üdvözlőlapot, vagy köztisztviselők napja, amikor volt, mindig meghívtak bennünket, amikor tudunk, eljövünk,
úgyhogy örülünk annak, hogy gondolnak ránk. Kis Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, jogász, Szada díszpolgára is elismerést kapott tevékenységéért. Egy többszörös háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóként miként lehet segíteni Szada település életét? Kettős vonalon szeretnék részt venni a falu munkájában. Egyrészt természetesen egyszerű apukaként, lakosként, polgárként a mindennapi életben, amikor lehet kezdeményezéseken, jótékonyságon, akár egy iskola vagy óvoda kertszépítésen, bármilyen ilyen rendezvény, amikor van rá lehetőség. Másrészt pedig sportolói mi voltomból fakadóan egyfajta ismertségre tett szert a csapat, ugye az olimpiai válogatott, és ennek az egyik tagjaként, amiben tudok, segítek akár a falun túlmutató dolgokban, úgy, mint segíteni bizonyos előrejutásokat, amik hát, hogy amerikai szóval, angol szóval lobbizás, de inkább azt mondom, hogy ez a jótékonysági, társadalmi szerepvállalási vonal elsősorban, ami az én feladatom, illetve itt az alapítvány alapítójaként, az Életfa iskolai alapítvány alapítójaként is felkértek, és nagyon szívesen mondtam igent, és dolgozunk együtt itt az iskola boldogulása érdekében. A tapasztalatok alapján az internet korszakában, a Facebook időszakában mennyire fogékonyak a fiatalok általában, hogy sportoljanak? Vegyes a kép. Nagyon sok lelkes sportolót látok, kisgyereket, nagyon sok lelkes edzőt, klubvezetőt. Kicsit elment abba az irányba most, hogy sok célokkal, perspektívákkal rendelkező oktató, sportoktató saját klubot alapít és megpróbál indulni. Így tettünk mi is két világbajnoktársammal, például Dekker Ádámmal és Nagy Viktorral Budapesten csináltunk egy úszó- és vízlabda egyesületet. Sok célunk van ezzel, de akár Szodán, akár itt a környező településeken is sok ilyen példa van. Illetve léteznek még a nagy klubok, ugye, akik mai már több mint 100 éve vonzák a gyerekeket. Ugye én a Honvédban vízilabdázom, ott is több száz gyerek vízilabdázik, úszik, szinkronúszik, úgyhogy lehet őket motiválni. A másik oldal az éremnek pedig az, hogy hát sajnos vannak gyerekek, illetve olyan szülők, illetve olyan közeg, ami teljesen elvonja az aktív életmódtól a gyerkőcöket, ami egy nagy probléma. Nagy probléma, mert aztán ez kihat a teljesítményükre a munkában is, akkor is, ha nem sportolnak, gyengébb lesz a fizikai teljesítőképességük, és ezzel párhuzamosan a szellemi is, azt kell mondani. Hiszen mi vízilabdások ugye elhíresültünk arról, hogy komolyan veszük a tanulást, sokan több diplomával rendelkezünk, minden csapatban 70-80%-os a diplomások aránya a klubokban, a válogatottban is, és ez is bizonyítja azt, hogy össze lehet egyeztetni a kettőt. Ezt nagyon sok család nem érzi át, nem törődik ezzel, és aztán az meg is látszik sajnos egy konkrét példán is a későbbiekben, hogy ennek milyen hátrányai vannak. Gödöllőn is egy fontos feladat hárul önre. Igen, Gödöllőn az önkormányzat régi szándéka és hiánypótlása, hogy egy városi úszoda legyen, ami az egész régiót elláthassa. Ez most párosul egy nagyon komoly sportprogrammal, ami nem csak a vízisportokra, hanem a más szárazföldi sportokra is épül. Ennek az egyik szegmense lenne a vízilabdasport, és egy olyan úszodát tervezünk, amiben én is segítkezem projektmenedzserként, aztán majd szakmai vezetőként, amely alkalmas a vízilabda bázis kiépítésére, hiszen nagyon régóta szajkózom, amióta a környéken mozgok, élek, hogy nagyon nagy hiány van létesítményben. Ugye a vízilabda és az úszás egy nagyon kötött sportág, hiszen megfelelő úszoda kell hozzá, nem is akármilyen úszoda, hanem nagyobb méretű, és ezt a hiányt szeretnénk most minél hamarabb pótolni. Remélhetőleg egy-két éven belül már úszhatnak a gödöllői és a környékbeli gyerekek, illetve vízilabdázhatnak, és szeretnénk egy nagyon komoly ilyen sport iskolai bázist kiépíteni, tehát a alegységekkel együtt, ugye a környező kisebb úszodákkal együtt, és hogyha ez megvalósul, akkor néhány éven belül egy kis csapat már is indulhat. Szadán bővült az önkormányzati dolgozók száma, januártól már művelődés szervező is dolgozik a hivatalnál. Barátné Lőrinci Orsolya vezette már a Babamama klubot, most sokrétű feladatköre lesz. A tervek szerint sajtóorgánumokkal való kapcsolattartás, a testvértelepülésekkel való kapcsolattartás, a jó barátságnak az ápolása, aztán rendezvények szervezése, olyan rendezvények, ami mögött az önkormányzat áll,
A szadai intézmények vezetői könyvajándékot adtak át a képviselőtestület tagjainak munkájuk elismeréseként. A szadai önkormányzat a közelmúltban megvásárolta Szekeres Erzsébet Aranyszada című alkotását, amelyet most az iskolának adományoztak.